fogadják a virágkötőket szeretettel. Szloboda Rékát, illetve ifjúsági Európa-bajnokot, Rozsondai Attilát. Szeretnénk ötleteket adni egyszálas virágdíszekre, tűzött kompozíciókra, cserepes növény összeültetésekre, csokrokra, hogy hogyan tudunk ugyanabban a témában, ugyanabban a színvilágban hangulatokat kialakítani. Sima kis kartondarabból egy ilyen tölcsért hajtogattam, ezt leragaszthatjuk tollal vagy bármivel. Ezt ráhúztam a virágfejre. Mondjuk praktikus, mert a virág nem nyílik ki olyan gyorsan. Egy ilyen kis fülytojást tettem rá, hogy fent maradjon ez a tölcsér, és ilyen gyöngyös, drótos dróttal betekertem alul föl. Próbáltunk a mai nap olyan ötletet adni a virágosoknak, ugye mindenki mondja, hogy válság van, hogy mit csináljuk olyan dolgokból, amit esetleg már lehet, hogy a földön szedünk össze, és a kukába szeretnénk idobni, de ne dobjuk ki, hanem csináljunk belőle pénzt. Egyszálas virág, húsvétra. Maradék is buxusomból fontam kézzel egy golyót, ezzel a lágy dróz segítségével így összegyúrtam gyurmába, kiszúrtam egy tojást, és abba egy szál lelilét, ugyanezzel a lágy dróz egy kis tojásával, és ami esetleg lepotyogna a játszint aljáról egy kis játszint virágocska, az gombos tűvel beleszúrom, és egy-két napi, ami elve vagyunk gyorsan adni, gyönyör, és utána szépen megszárad. Ugyanazt a kaspót használom, mint a réka, és kicsit megnöveljük a kaspónak a nagyságát, bedíszítjük madártollal, ez olcsó, tehetünk bele tűzött kompozíciót, cserepes növényt, vagy így, ahogy a réka is használja mind a kettőt. Ezzel meg is változtattuk a kaspónak a jellegét, és ez a fontos, hogy ne ugyanazt a kaspót lehessen mindenhol megkapni. Tehát az ön üzletükben legyen valami más. Ez tűzőhab golyó, kifaragtam ezt is egy kicsit, raktam bele egy tűzőhab darabkát, és a tetejével egy kis virágot. És azt beleültettem egy kis... Ilyen puszpáng koszorúba, igen. Ugye, amit körbe raktál tojással. Ez egy hungarocell tojás, bármiből lehet faragni, kivágtam egy cikket. De lehet kompletten hungarocell tojást lehet, is kapni. Igen, lehet. És a hungarocell tojás csak ordinál levélből, egy 5-6 levélből letűztem, egy cikket vágtam ki belőle, és abba raktam bele a tűzőhabot. Nem jelent egy egész tűzőhabot, ne használom, csak egy pici cikket, és abba egy pár fej letölt virág, ott ugye minden kötet virágból marad egy-két fej, ami ugye letörik sajnos, és abból egy ilyen is kompozíciót. Kis leomló kompozíciót készítettél. Iszonyat mennyiségű dúghagymát használunk fel a boltban.
hát mindenféle dolgokat lehet ebből csinálni. Nagyon gyorsan megy, nagyon egyszerű. Ilyen kis koszorúkat készítünk, és rátehetjük egy cserepes virágra, egy kis szallaggal, vagy ilyen egyszálasokra. Le lehet ragasztani belőle koszorút, ajtódísznek. Tehát, hogyha így kirakjuk az egyszálasokat, akkor nem minden esetben, de nem csak az egyszál virágot viszik el, hanem elviszik vázával együtt. Tehát nincs cserepes növény az üzletbe kaspó nélkül, vagy kosár nélkül kirakva. Vettünk egy szép kaspót, beleraktunk egy kalulát, és abba raktunk egy pár kis ilyen betűzhető fiolát, amiben vágott virágot. Mutasd meg azért ezt a betűzhető fiolát, hogy néz ki, mert olyan gyorsan, hogy a kamera oda sem ért, és már is ledobtad. És beleraktunk egy kis vágott virágot, és már is egy kompozíciót csináltunk 2 perc alatt. És mindenből többet csinálunk, mert úgy szebb, egy így van, családot tudunk csinálni, és jobban elviszik, mintha egy darab van belőle. Így van. Tehát az a lényeg, hogy a tűzött virágok, azok mind fiolában vannak. Igen. Tehát megkapják a vizet később is. Igen. Nyugodtan lehet benne majd cserélni. Inekciós tűvel bele lehet tölteni a vizet. Így van, nem is kell kivenni. Vagy lehet húzni és így cserélni a virágot. Azt is lehet, igen. Egy kerámia a tojásomba kis tavaszi cserepeseket ültetünk. És ezt fogjuk egy kicsit még bedíszíteni. Uh-huh. Ebből szerintem célszerű többet csinálni, és a bolt elé egy ilyen ládára, vagy egy szalmabálára kirakni. Köszönöm. Egy kis maradék lepkét felrakunk. Miért, madarat, miért maradék? Vagy hát, hogyha az, ja, az üzletben megmarad. Megmarad. Jó, rendben van. Az aszparágus terméke ilyen kis korongocska, ami drótból van, és ez a szeletet, mintha szeletetből lenne az asztal, és ez bármilyen üvegtálba, bármilyen hosszúkás dologba, és minden az a lényeg, hogy szeletelve van. És az orhidák miben vannak? Tűzőhabba, most már vannak nagyon jó pofa színű tűzőhabok. Ez egy darab gömböcskéből van, azt felszeletelted. Azt is felszeletelted. Igen, és abban vannak a virágok. Színes tűzőhab, tehát ugyanazt a szint választhatjuk, mint ami a kellék, az mindenféle alapkellék. Formában mindenféle van. Formában, színben van. Itt van a sima tányér. Igen. Erre csak egy kis ragasztópisztoly rányomunk. Egy kis szilikonnal. Szilikonnal rögzítjük, és egy tűzőhab le van ragasztva hagymával. Benne van egy üvegfiola, és ráragasztottuk a tálra, így kaptunk egy egyszálas vázát. És akkor ebből is, ha készítünk többet, belerakunk egy kis kamillát, és egy kis ginesztrát. Ezt így is, hogyha még mondjuk egy szál tulipánt teszünk bele, akkor egy olcsóbb kompozíció, de az üzletben rengeteg orhidát használunk föl, és ezek a kambriák, vagy oncidiumok, dendrobiumok így egy szálba nem mutatnak, és nagyon sokszor nem tudják elképzelni, hogy ez hogy nézhet ki csokorba. És szerintem ezért célszerű ilyen egyszálas vázákba csak így belehelyezni őket, kirakjuk az üzlettérbe, és ezek szerintem eladják magukat. Egy kis kaspó. Lassabban, még lassabban. Pici kaspó. Úgy, jó. Fordítsd is feléjük egy picit, ha nincs benne sok víz. Ami lehet, hogyha egy sima cserepes virágot rakunk bele, nem viszik el. Ez az alap, amit észre lehet adni 100 forintért. Azt raktam a tetejére, megbolondítottam egy sággal, bár ez mogyoróág, de bármilyen csavart, fűszfát, vagy bármit lehet belerakni, és csak beleszúrkálom a virágokat, egy pár szálat.
Tojásra azt szoktál egy kis tollat, és kész. Nem túl olcsó, de hogy eladható legyen, nem túl drága, és kevés dolgot rakunk bele. Hogy otthon ne csak egy szimpla vázlája legyen az embernek, vagy ugye, hogy furcsa a formája, és nem ugye, hogy lehet használni. Ugye, ez egy rattan. Rattan, igen. Rattanból van, direkt eleve így össze van csavarva, igen. Tekerve. Ez pedig színes, színezett káposztaszár, igen. Szárított káposztaszár. Jó, ha színe van, ebből sokféle asztal is lehet készíteni, de ez azért is jó, mert úgy választottam föl a kaspóra, hogy széttartja egy kicsit a virágok szárát, uh-huh. És egyben egy ilyen rászerkezetet is képez, úgyhogy nem kell bele sok virágot raknom, és egy kész kompozíció. Ilyesmit lehet hotelek recepció pultjára is. Na most ezt is mutassuk meg pucéran, virágok nélkül. Így jó, pucér. Lassan, fordíts felé, úgy. Nem ezt mondtam. Volt benne víz. Igen, szóval vizet is kell belerakni. Ezeknél a kompozícióknál, hogyha egy ilyen kész vázát megvásárolnak, akkor minden héten 2-300 virágot, ha vesz az ember, beleállítja, már is mutatósabb. Tehát rengeteg olyan vevő van, aki hétvégére visz vágott virágot az asztal, és akkor csak visz pár szálat, van egy ilyen kész vázája, mivel ezek ilyen mázas kerámiák, ezért a ragasztópisztolyjal vannak ragasztva ezek a termések, és ezeket le lehet róla pattintani úgy, hogy a kerámia nem sérül meg. Így van. Akkor mesélj, hogy most egy tűzőhabos díszt készítesz. Kis tűzőhabos. Nagyon jó illat terjeng itt. Ez minek az illata? Egy kis rozmarin szobos. És kis letölt virágfejeket is használhatunk, vagy krizantémnak leszedjük az alsó virágait, amit kerekcsokorba, ha bekötjük, úgy is leszednénk. Kis poharacske, kis tányérocskákkal, és az egyikben egy kis cserepesecsevéret ültettem bele, a másikban pedig egy kis tűzött kompozíció. Tartsd még ott egy kicsit, tartsd még itt, fönt, itt. Tartsd még, a kamerára gondolj mindig. A vágott kompozíciót mindenféle, és olyan dolgomból készítettem, ami lepottyan, hogyha a fréziának vannak ilyen kis kacsai, ilyen is, amik nem nyílnának ki azokból. Réka pedig nagyon ügyesen, nem ragaszgat, nem drótoz, hanem egyszerűen díszítő gombostűvel, gyöngyfejű gombostűvel szúrja le a leveleket. Tehát ez már eleve ugye a virágdísznek is egy kis díszítést ad, díszt kölcsönöz. Próbáltunk mindenféle anyagot felhasználni, és arra gondoltunk, hogy miből tudnánk olyan tálat csinálni, amiben a fiolákat belerakhatjuk, de nem kerül sokba. És egy sima papírdobozba cellofánt tettünk, és gipszet öntöttünk bele. És a gipsz ahogy kötött. Ezt az nem egy... látta, hogy hogyan látunk. Bocsánat. Az egyik befiolákat tettünk, és ilyen mogyoró ágakat tettünk a fiolák köré, és ezzel készítettünk egy olyan alapot, ami szinte nem kerül semmibe. És akkor ez lett az egyik, és csak pár szál virágot beleraktunk. És akkor a másikba pedig nem fiolákat, hanem tojásokat tettünk bele. És fölül kiugatott tojást, amiben vizet tettünk, fecskendővel. És akkor ugyanígy beleraktuk a virágokat. Ez egy pala kaspó tál, és azt szeretem volna megmutatni, hogy nem csak tálként lehet ezeket a
dolgokat felhasználni, hanem semmi más nem csináltunk, csak mogyoróágat belegyűrtünk, a tálnak a pereme megtartja az ágakat, és egy fiola van beleragasztva, egy pár főtojás, és egy szál virágot tettem bele. Ez két hungarocell félgömb, ami le van ragasztva madártollal. És én ebbe egy beültetést csinálok, a Réka ugyanezt használja, csak egy csokrot fog belőle készíteni. Ez úgy néz ki, hogy fejjel lefelé fordítottam a gömböt, és belerögzítettem egy tűzőhabgolyót, amihez hozzárögzítettem a mogyoróágakat, átszúrtam, és fölül csináltam ezt a kis fogantyút. Most nagy divat lesz majd mennyasszonyi csokrokat, hogy nem kézben alulról fogunk, hanem így. Igen, elég sokat készítenek manapság így. Kint ezen a bemutatón, amin voltam, nagyon furcsa volt, mert ilyen csokrokat kötnek kint, hogy ilyen gazos. Tehát, hogy minden benne van, csinálnak szalmából, drótból, ágakból egy alapot, és így mindenféle aszparáguszt beletekelnek. Tehát így nem szabályos, meg lóg mindenhova, és ami nagyon érdekes volt, hogy a drága virágokat, tehát amit mi mondjuk kiemelünk a csokorba, azokat behúzzák. Tehát egész mélyen vannak, tehát nem szabályos gömbcsokrokat kötnek, hanem ilyen keszekuszákat. Hát egy kicsit vad csokrokat. Ilyen mezei csokrokat, és így, tehát hogyha ezt megnézzük, ezt a csokrot, nem egy magasságban vannak a virágok, igen. Az alját is fordítva is mutasd meg, légy szíves, hogy nézzék meg, spirálisan van kötve.